Holnap újra országszerte becsengetnek az iskolába, és szép lassan elindul az egyetemi oktatás is. És minden kezdet sok kihívást, megpróbáltatást tartogat a diákok, a tanárok és a szülők számára is. Visszaemlékszem én is, milyen izgalommal, érdeklődéssel vártam az iskolakezdés gyerekként, és most felnőtt pedagógusként is arra törekszem, hogy mindig valami újjal, valami kreatívval lepje meg a tanítványaimat. És nem különben az első egyetemi évekbe lépő fiatalok számára is új korszak kezdődik, amely, valljuk be, elengedhetetlen az önállóságuk, személyiségük erősítésében, fejlődésében. Ma arra kértük vendégeinket, hogy meséljenek az iskolával kapcsolatos élményeikről, idézzük fel közösen a legszebb emlékeket, és tekintsük át közösen az idei év kihívásait pedagógus és diák szemmel. Köszöntjük a stúdióban dr. Makkai Gyöngyvér, marosvásárhelyi zeneszerzőt, zenetudóst, egyetemi tanárt, költőt. És Székely Krisztina Gabriellát, akire szintén rengeteg kihívás vár, hiszen felvételt nyert a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színész szakára, s hamarosan tovább mélyíti tudását a színház művészetében. Sziasztok, köszöntünk! Üdvözlünk titeket! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Szervusztok! Nem sokára, hosszabb szünet után megnyitnak az iskolák, két hét múlva az egyetemek. Ti milyen érzésekkel futottok neki ennek a nem megszokott új tanévnek? Hát kezdeném azzal, hogy a nem megszokottat nem lehet összeházasítani a rutinnal, és ilyen értelemben tudatában vagyunk annak, hogy teljesen új módszerekkel, új eszközökkel kell neki futni ennek az évnek, neki futni, mert nem lehet abba hagyni, tehát a folytatás az kell, mert a diákok azért várva várják az iskolát, és remélnek tőle valamit. Tehát, hogy mondjam, fel a fejjel, sasmadárként szállni, példát mutatni. Ez a jó attitűd amúgy. És a nem megszokott körülmények között nem megszokott emberi viszonyulások, és valahogy úgy kell cselekedni, hogy mégis a szeretet jegyében zajlódjék minden. Így látom. Tehát nem könnyű feladat, ez biztos. Krisztina, te hogyan érzed ezt? Én nagyon izgatott vagyok emiatt, és nagyon várom már az egyetem megkezdését, mert ugye ez egy új kezdet az életemben, és már nagyon rég ezt vártam, hogy egyetemet kezdjek. Én picit félek, tartok ettől az online oktatástól, viszont egy kihívásnak tekintem, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle. És főleg a művészeti egyetemen, színész szakon, hiszen azért színházat elég nehéz online tanítani, ugye, ami az emberi kapcsolatokról szól. Vannak félelmek amúgy? Van, ami megállíthatja a színházat, a kultúrát, az oktatást ebben a helyzetben? Én azt mondom, hogy ha visszatekintek, az átkos időben, amikor csak napi két óra, tehát két órányit nézhette a nép a televíziót, mégis volt színház, koncert, elment, és egy mondaton keresztül valami olyant kapott, ami leírhatatlan. Tehát én hiszek abban, hogy addig, amíg élet van a Földön, mert én most visszakérdezni, van félelem, hogy megszűnik az élet? Nem. Addig, amíg itt vagyunk a Földön, addig hiszem, hogy minden megy tovább, és kell dalolni. Tehát anélkül nem lehet. Kicsit repüljünk vissza az időben, és ki hogyan emlékszik az iskolás éveire? Gyöngyvér? Hát, hogy mondjam, én tulajdonképpen három iskolára emlékszem. A Marosvásárhelyi kettes iskolára, ahova 4 évet jártam, aztán a Bolyai Elméleti Líceumra 5-6-7-es koromban jártam, és a művészetibe 8-tól egészen 12-ig. Persze első osztálytól végig a művészeti liceumnak a tanulója voltam, de abban az időben szakórákra lehetett külön is bejárni, tehát nem volt köteles az ember az elméleti oktatásra is oda járni. Minden iskolának megvolt a hangulata, és természetesen mind a háromra nagy szeretettel emlékszem, és más-más típusú élmények jönnek elő. Viszont ami számomra meghatározó volt, az
a kultúrpalota, tehát az, hogy én a kultúrpalotába járhattam szakórákra, zongoraórára, szolfédzsórára, ez maga a csoda volt. Az ember, amikor oda belépett, akkor érezte, hogy valamire kötelezi az épület, az a bizonyos szellemiség, ami ott volt abban az épületben. Úgyhogy én köszönöm, hogy mondjam, ha személyesíteni lehetne, akkor én a kultúrpalotának köszönöm, hogy azokat az érzéseket belém lehelte, amiket, hogy mondjam, máshol lehet, hogy nem tudtam volna magamba szívni. Krisztina, te meg iskolás vagy, ugye? Most érettségiztél, de tovább fogsz tanulni, nyilvánvalóan. Visszaemlékszel amúgy, hogy amikor te kezdted az iskolát, mondjuk még első osztályban, vagy nulladik, te még nem voltál nulladikban, úgy tudom, hanem első osztályban. Emlékszel arra az élményre? Én már óvodában nagyon hisztis lány voltam, és amikor búcsúztam az óvonénitől, az nagyon nagy dráma volt nálunk otthon hetekig. Aztán amikor beléptem az iskolába, akkor is nagyon nehezen fogadtam el az új embereket. Viszont 8 éven keresztül ugyanabba az iskolába jártam, a Dacia gimnáziumba, és ugyanazok maradtak az osztálytársaim, az osztályfőnököt kaptam újat, viszont olyanok voltunk, mint egy nagy család, és nagyon szerettem őket. Az első év az nagyon érdekesen telt. Szerettetek iskolába járni? Igen, én nagyon szerettem, és bármikor visszamennék. És milyen volt az érettségi? Az érettségi viszonylag könnyű volt, sokat készültem, úgyhogy nem volt annyira nehéz. Kicsit fura volt, hogy kevesebben lehettünk bent, de jól ment. Térjünk akkor egy picit vissza a jelenbe. Gyöngyvér, ugye neked az egész életedet átszőtte a zene. A művészeti liceumban végeztél, vissza is tértél ugye a Györgyi Dimá Zeneakadémián szerzett muzikológusi diplomával, és 2007 óta művészeti egyetemen is tanítasz. Mm-hmm. Honnan a zene és a zene tanítása iránti nagy szeretet? Ha most arra a szóra válaszolnék, hogy honnan, akkor kimondanám egy városnak a nevét, Ljubljana, ugyanis ott született nagytatám, ott járt művészeti iskolába, fuvola szakos volt, nem követhette az álmát bizonyos okok miatt, öntőmester lett, aztán meghívták Marosvásárhelyre, hogy a harangöntést bevezesse, és úgy megszerette a várost, hogy itt maradt. Persze a szerelmével jött, a zene iránti szerelmével, így a Marosvásárhelyi, tehát a Maros Állami Filharmóniának a megalapító tagjai között szerepelt, mint fuvolista, mint önkéntes zenész. Persze játszott a katona zenekar, tehát a fúvos katona zenekarban, volt a tűzoltóságnak is zenekara. És gyerekként emlékszem, hogy mindig kézen fogott és elvitt a palotába. Én meghallgattam azokat a koncerteket, és úgy csodáltam, mindig ott megnyugodtam. Tehát így kezdődött a zene iránti vonzalmam, aztán jártam egy Wolfhard Babanéni nevű nagyon kedves zongora tanárnőhöz, aki azt javasolta, hogy ne magánúton, hanem hivatalosan írassanak be a művészeti liceumba. Ott viszont persze holnapig mesélhetnék az élményeimről, Szönyi Zoltánról, Kozma Mátyásról, és inkább nem kezdek a tanárok felsorolásához, ugyanis nem szeretnék senkit kihagyni, és mind megérdemlik, hogy megemlítsem a nevüket. Nagy Katalin volt az osztályfőnököm, szófés tanárnő. Krisztina, te is a művészeti liceumban végeztél, és felvételt nyertél a művészeti egyetemre. Miért éppen színésznő? Miért a színház? Hát kiskoromban mindig színésznő szerettem volna lenni, mindig azt szerettem, hogyha szórakoztathattam a körülöttem levőket, hogyha boldoggá tehettem őket. Már hogyha a szüleimen láttam, vagy a barátaimon, hogy picit szomorúak, vagy valamilyen problémájuk van, akkor mindig megpróbáltam őket felvidítani. És jó, hogy ezt akkor még nem tudtam, de azóta már 4 év alatt, amíg drámatagozatra jártam, tudatosult bennem az, hogy a színháznak van egy gyógyító hatása. És ez a gyógyító hatás, ahogy másokra, úgy rám is hat, mert az az a hely, ahova elmenekülhetek én is a problémáim elől, vagy ahol megtalálom önmagamat, de ugyanakkor másoknak is segíthetek ezáltal, hogy megtalálják önmagukat, hogy picit elmeneküljenek a problémák elől,
ha csak megtalálják önmagukban a nézők egy darabban, vagy megtalálják önmagukat egy mondatban, vagy egy karakterben, azzal már én is segíthettem nekik, és ez, amire most rájöttem, ami a legjobban megfogott a színházban, hogy rajtam segít, és hogyha másokon is segíthetek, akkor ez szuper dolog. Milyen szépen megfogalmaztad. Igazán jó drámatanárod leheted. Igen. Még egy emberen tud segíteni, akkor az már siker. Igen. Gyöngyver, amúgy tudom, hogy téged tisztelnek és szeretnek a diákok úgy középiskolában, mint az egyetemen. Mit szeretsz igazán a tanításban, vagy mi az, ami kihívás jelent neked ebben a szakmában? Hát, hogy tisztelnek, szeretnek, köszönöm. Én azt mondanám, hogy lehet, hogy azért szeretnek, mert én tulajdonképpen nem akartam soha tanár lenni. Mindig a zenét más irányból, tehát az előadó művészet szemszögéből vizsgáltam, és kijelentettem azt, hogy soha én tanár nem akarok lenni. Na most, miután elvégeztem a muzikológiát, kikerültem Bihardiószegre, egy olyan községbe, ahol nem volt egy zongora semmi, és kellett tanítani a zenét. És akkor nagyon sokat töprengtem azon, hogy mit és hogyan. És emlékszem, abban az időben vettem észre azt, hogy a magyar nyelven érdekes az, hogy a zenei ritmusok, tehát azt mondom, hogy 16-ot 4 szótag, azt mondom, hogy 8-at 2 szótag, és tulajdonképpen a negyedértéket, ha felosztom annyival akkor. Na, tehát kidolgoztam egy ilyen bizonyos módszert a zenei ritmus tanítására. Tehát én miközben tanítottam, én semmi egyebet nem csináltam, csak a zenére figyeltem, csodáltam, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy azok a diákok szerettek, akik azt figyelték, hogy én mit figyelek, én mire nézek, és követtek ebben a figyelésben. És van egy elvem, és pedig az, hogy nekem az a feladatom, hogy elsősorban ne szakmát tanítsak, hanem hivatásra neveljek. Mert a szakmában ott van sok minden. A szakmában vannak kényelmetlen dolgok. Mondjam azt, hogy tehát ne használják ilyen csúnya szavakat, hogy irítség meg, versengés meg. De a hivatásban ez nincs meg. És ebből kifolyólag nem is vagyok szigorú. Lehet, hogy ezért bizonyosak elmarasztalnak, mások meg megértik. Mert én hiszem azt, hogy hivatásra nevelés csak szeretet útján történik, türelem útján. Tehát nekem, hogy mondjam, amikor észreveszem, hogy a diák azt figyel, hogy én mire figyelek, és ebben követ, akkor az jó érzés. Krisztina, te mint színis diák szintén kipróbálhattad magad a zene és a cantó fortéjaiban. Mit jelent a számodra a zene? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon értek a zenéhez, mert nem így van, nem vagyok egy dalos pacsirta, viszont hogyha nem ezt az oldalát nézzük, számomra nagyon fontos a zene, a mindennapjaimban benne van, kiskorom óta nagymamám énekelt nekem, miközben fonta a hajamat, úgyhogy vannak ilyen személyes élményeim, és abszolút minden nap hallgatok zenét, ha boldog vagyok, boldogabbá tesz, hogyha vannak problémáim, akkor átsegít, úgyhogy mindent meg fogok tenni, hogy ezen a téren is fejlesztem magam. És hogyan látod magad mondjuk 5-10 év múlva? Vagy mi a nagy álom? Mit szeretnél megvalósítani? Hát 5 év múlva remélem, hogy a diplomát már a kezemben tartatom. Nagyon szeretnék ezen a pályán elhelyezkedni. Hát 10 év múlva nem tudom, nem annyira előre nem tudok tervezni, és nem is szeretnék, mert általában az ilyen terveim sosem jönnek össze, úgyhogy inkább most spontaneitás híve vagyok ezen a téren. És hát azért is faggattunk titeket a zenéről is, mert hogy ugyebár ma van a Magyar Dal napja, és hát méltán kijelenthetjük, hogy van mit ünnepelnünk, hiszen a magyar zene méltó helyet foglal el a világzene történetben. Mit jelent számotokra ez a nap, a Magyar Dal nap? Milyen érzések fogalmazódnak meg bennetek? Azt mondanám, hogy ezért is dicséret illeti Presser Gábort, hogy a Magyar Dal napját 2008-ban életre szólította. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy egy alkalommal Fehér tanár úrral arról beszéltünk a tanáriban, hogy micsoda nagyszerű érzés, hogy annyi kiváló magyar dalszerző van, és hogy micsoda szövegeket írnak, tehát ilyen örökérvényű szövegek.
Tehát a magyar dalt, a magyar dalnapja számomra azt is jelenti, hogyha ez a nap más, mint a többi, akkor baj van. Ugyanis minden nap a magyar dalnapja is kéne legyen lelkünkben. Úgyhogy persze az, hogy ma van ez a nap, ez azért van, mert méltó helyre emelte a magyar kultúrát is, és illik együtt örvendezni egy bizonyos nap valaminek a létezése miatt, a megszületése miatt, és hogy mondjam, afelett örülni, hogy öregbíti hírnevét, és az évek számával csak gyarapszik minőségben, mennyiségben, és ez nagyszerű érzés. Tehát nem csak a klasszikus zene értelmében vagyunk büszkék a Kodály örökségre, és most a Kokas Klára pedagógiáját említik egyre gyakrabban és világszerte, hanem a könnyű zene terén is. Nem, ez nagyon jó érzés. Krisztina? Hát, magyar dalnapja, mit jelent neked ez? Magyar dal, hozzám közel állnak a magyar dalok, lehet az is benne van a dologban, hogy falun nevelkedtem, és nagyon sok esküvőben, meg ilyen eseményekre jártam, de apukám mindig énekelte nekem a Gyöngyhajú lányt és az ilyen dalokat, úgyhogy hozzám nagyon közel állnak, ha más fiatalokhoz nem is, de én nagyon szeretem ezeket a dalokat. Végezetül, Gyöngyvér, mit üzenne a diákoknak, fiataloknak a tanévkezdés kapcsán? Most hirtelen Madács Imrének a híres üzenete, ami tulajdonképpen egy, hogy mondjam, más dimenziókból vett üzenet. Ember küzdj és bízva bízzál. Lehet, hogy egy kicsit keményen hangzik ez, kemény eledel a mostani fiataloknak, gondolok itt a kisiskolásokra. De sajnos, hogy ez a mondat, hogy küzdj és bízva bízzál, most a maszkos időszakban, hogy mondjam, igenis egy hasznos kijelentés. És aktuális. És aktuális. Igen. Aktuális. Tehát bízni kell, ez a lényeg. Köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltatok. Kitartást kívánok mindenképp mindenféle területen, és sok sikert az új tanévben. Köszönjük. Kívánok én is kitartást mindannyiunknak. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.